A Pákozdi Katonai Emlékparkban rendezett 13. Honvéd Fesztivál zárónapján Gyurica Bélára emlékeztek a megjelentek. A kemp megálmodója élete során többek közt vezérezredesi, államtitkári és elnöki pozíciót is betöltött, utóbbit a Honvédség és Baráti Kör székesfehérvári szervezetében. Itt egy emléktábla hirdeti azt, hogy őt ráemlékezünk. Ezt 2000-ben állítottuk, és azóta immáron 22. alkalommal gyűlünk össze. Hogy miért a csata napján? Azért, mert a tisztelői ezen a napon azért eljátogatnak a csata emlékünnepségére, második pedig azért, mert ő az a személy, aki 1998-ban egy felhívással fordult a székesfehérváriakhoz is, hogy ünnepeljük együtt a 150-es évfordulót, és ne hagyjuk veszni ezt az emlékhelyet. Trombita harsok doppereg, kész a csatára a sereg, előre! A megemlékezések az Obelisknél folytatottak, ahol a pákoszt pátka sukorói 1848. szeptember 29-ei dicsőséges győzelem 174. évfordulójának tiszteletére elővitézlovak Sziki Károly és Tolcsvai Béla Kossuth díjas énekmondó műsorát hallhatták a résztvevők, majd Vokla János ezredes beszédében kifejtette, hogy mit üzen a pákozdi ütközet a ma emberének, a jelen katonáinak és a fiataloknak. Elsősorban azt, hogy a nehéz időkben is rendületlenül erősítsék egymást. Álljanak ki hazájuk függetlenségért, és ne engedjék el a másik kezét. A szabadság drága dolog. Szabadok csak akkor lehetünk, ha ezért megharcolunk, a Magyar Honvédség pedig csak akkor lehet erős, ha stabil társadalmi támogatásával mögötte. Az esemény zárásaként a megjelentek megkoszorúzták a pákosztpátka sukorói csata tiszteletére 1951-ben állított emlékművet.